Tisztelt nézőink a televízió képernyői előtt, tisztelt karnagyok, kedves énekes lányok és fiúk! Nagykanizsa megyei jogú város önkormányzata 3 éve hagyományteremtő szándékkal hirdette meg a kanizsai kórus karácsony elnevezésű kórus találkozót. Idén ismét városunk középiskoláskorú diákkórusai kerültek sorra. Itt, a Nagykanizsai Református Egyházközség templomában a következő percekben egymás énekében is gyönyörködhetnek. Külön öröm, hogy házigazdáink kórusa is részt vesz a mai örömzenélésben. A piarista iskola Scola Minor kórusa következik, karnagy Rácné Bella Cecília műsorukban. Rorate céli de super, harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az igazat. Ének az ószövetségi messiás várók mondataiból, majd qui manducat carnem meam, aki eszi az én testemet, kommunió, illetve Ave Maria antifóna. Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az igazat.
Következik a Batthyány Lajos Gimnázium Virág Benedek ifjúsági vegyeskara. Zongorán kísér Kolonnai Zoltán. Fuvolán közreműködik Gazdag Mónika, Proszenyák Laura és Bunics Erika. Vezényel Cseke József. Cserny András, kortárs magyar zeneszerző Ave Máriájával kezdik műsorukat. A legjobb kezdés. Elvégre karácsonyt, a fiúisten megtestesülését is 9 hónappal megelőzte az, hogy az angyal hírül adta. Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Majd Mozart Ave Verum Corpus kezdetű művével folytatják, ennek szövege magyarul. Üdvözl légy, igaz test, ki Szűz Máriától születtél. Valóban szenvedtél, s feláldoztattál a keresztfán az emberért. Kinek megnyitott oldalából víz és vér folyt, légy számunkra erősség a halál próbáján. Harmadik daluk Lassustól a Je l'aime bien le meur. A sírig tartó hűségről szól ez a dal. Csoda-e, ha itt és most az efezusi levél üzenete jön át belőle. Szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte. Piotr Jancsák, lengyel kortárs komponista, Kyrie című művét is hallhatjuk tőlük, majd Zempléni László, Fuvola trió második tételét adják elő. Et benedicta.
Oh.
A házigazda református templom kórusa következik, vezényel Magasdi Lászlóné. Kortársunktól, Jack Hayfordtól a Nagy király kezdetű népszerű ének emlékeztessen mindannyiunkat arra, hogy akit karácsonykor kisbabaként ünneplünk, megtartunk, szabadítunk, hatalom, üdv, áldás, minden tiéd. Fordította Kulcsár Tibor, feldolgozta Almási Kornél. Ezután a népszerű, slágerré vált egyházi ének következik, ez nem más, mint az Amazing Grace, azaz Csodálatos Kegyelem című dal, magyarul halljuk tőlük. Véled nem rémít többé semmi vész, áldott a könny és könnyű a nehéz. Halljuk befejezésül majd a 19. századi dallamot, William Henry Monk, Ó, maradj velem kezdetű énekét. A harmonizálást Györfi Istvánnak köszönhetjük. Nagy király, felséges Úr király, Isten fia, tiéd minden magasztalás. Szent sereg, előtted hajt fejjel, hozzannád szent, te vagy a szent, téged imád.
Újra a Battyányi Lajos Gimnázium Virág Benedek ifjúsági vegyes karát látják és hallják. Nyáron városunk támogatásával részt vehettek Pécsett az Európa Kantát kurzusain. A hagyományos, populáris és kortárs afrikai zene című műhelyben Ambroa Kuanzambi Toko, a Kongói Afrikai Kóruszenei Akadémia igazgatója fejlesztette ritmusérzéküket, segítette őket, hogy gátlásaiktól megszabaduljanak. Először az ő szerzeményét, a Bokolanga Bien című dalt halljuk, majd szuahéli nyelven a Malaika című dalt, amely, mint Karnagy úrtól megtudtam, annyit tesz, angyal. Az Úr felfedte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadulást szerez Istenünk. A legúj szövetségi proféta Izajás szavai juthatnak eszünkbe. Ezután pedig egy karácsonyi angol dalt hallhatunk tőlük.
Piarista iskola a Matia Károly vegyes kara következik. Karnagy Rácné Bella Cecília. Három kiváló 19. századi francia zeneszerző műveit osztják meg velünk. Elsőként Théodore Dubois Adoramus te Christe című kórusát, amely Jézus hét utolsó kereszten mondott szavára adott válaszunk. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Karácsony ünnepében mindig jelen van ez a feszültség. Ő azért jött közénk, azért testesült meg, hogy halálával és feltámadásával megváltson minket. Ugyanakkor méltán hallgathatjuk a megtestesült Isten első imádójának, Máriának a szavaiként is. Emmanuel című adventi éneke egyszerre fejezi ki a hajdani messiás várást és a mi karácsonyvárásunkat. Az Emmanuel név magyarázatául. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott. Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmanuelnek fogják hívni. Ez azt jelenti, velünk az Isten. Máté evangéliumában olvassuk, és Jézusban ez szó szerint valósággá lett.
Saint-Saëns karácsonyi oratóriumából a Tollite hostias kitörő öröme csendül fel. A 95. Zsoltárból vett szöveg magyarul hosszabban így hangzik. Ígérjetek áldozatot, és hozzátok színe elé. Szent udvarában imádjátok az Urat. Örüljön az ég, újjongjon a föld. Vele együtt zengjen a tengers, ami benne van. Vigadjon a rét és minden virága, örüljenek az erdőfái az Úr színe előtt. Mert nézd, közeledik, jön, hogy kormányozza a földet. Alleluja. Ószövetségi sorok, mégis. Hát nem tiszta karácsony. Ismét a Batthyány Lajos Gimnázium Virág Benedek ifjúsági vegyeskara következik, Daróczi Bárdos Tamás Keresztúri Dezső a szeretet himnusza, Itt az Úrnak angyala, Dicsőség mennyben az Istennek című műveket adják elő, de természetesen műsorukból nem hiányozhat, a mennyből az angyal sem. Szeressenek felőtt.
piarista iskola Scuola Gregoriana Calasanciana kórus következik, karnagyuk Rácné Bella Cecília, műsorukon Puernatus est, azaz gyermekszületett karácsonyi introitus, Adventi Kyrie és Angelus ad Virginem, az angyal a szűzhöz. Oh, you see me,
Befejezésül hallgassuk meg az összkar, azaz mintegy 150 énekes tolmácsolásában Gordon Young Allelujáját, vezényel Rácné Bella Cecília. Nagykanizsa megyejogú város polgármesterét, Dénes Sándor urat, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt kórustagok, karvezetők, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt tévénézők! Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket a negyedik, immáron hagyományosnak mondható kanizsai kórus karácsonyon. Az idei évben ünnepi rendezvényünk helyszíne és vendéglátója a nagykanizsai református templom és közössége. Elsőként nekik köszönöm meg mindannyiunk nevében, hogy otthont adtak az iskolai gyermekkórusoknak, és lehetővé tették, hogy ajándékot kaphasson városunk minden polgára és családja legszentebb ünnepünk a karácsony közelettével. Mert valóban ajándék számunkra az adventi várakozás időszakában a középiskolák kórusainak éneke, a református kórus éneke, hiszen minden egyes gyermeki és felnőtt hang és dallam fényt és örömet hoz a tél olykor komor sötétjébe. Köszönet ezért az ajándékért mindannyiunk nevében a kórusok vezetőinek és tagjainak, különösen azért, mert egy szakrális helyen lehettünk részesei éneküknek, ahol ezáltal még fennköltebbé válik a születés és a szeretet ünnepe. Engedjék meg, hogy az ünnepi rendezvény szelleméhez méltóan Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciójának egyik részletét idézzem meg, mely így hangzik. Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember
ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken. Ahogy nemzetünk legnagyobb zenepedagógusa is sugalmazza, az életünket sokféle módon élhetjük meg, sokféle módon járhatjuk be ösvényeit, ám a lehetőségek közül végül mégiscsak egy út lesz, amelyiken végighaladhatunk. Kodály Zoltán egyértelműen fogalmazza meg, hogy mely érték mentén érdemes haladnunk ahhoz, hogy a virágos réteghez hasonlatos színes és értékes életet élhessünk. Ennek az életnek szerves és nélkülözhetetlen része az ének, a dal, a zene teljessétevő művészeti ágazata. Mindennek az lehet az oka, hogy a zene képes olyan régiókba elvezetni minket, amely meghaladja a fizikai, anyagias világunk megfoghatóságát, kiteljesíti lelkületünket, s így képessé tesz a közösség élet megteremtésére és megőrzésére. Ebben az erejében a dal, a zene hasonlatos legszentebb ünnepünkhöz, a karácsonyhoz. Hiszen annak lényegét is a szeretetteljes együttlét, az önmagunk határainak meghaladásából származó békés meghittség jelenti. A karácsony teremti meg annak lehetőségét, hogy az alapokhoz, a családhoz és a közösségünkhöz újra megtérhessünk, megállítva a hétköznapok olykor rohanó világát. Ezért lehetséges, hogy amikor zenét és énekszót hallunk, akkor ezen visszatérés örömének érzése önt el bennünket, melegséget, nyugalmat és szeretetet árasztva bennünk. Így a Kodály Zoltán szavaiból visszacsengő sivatagi út a hétköznapok néha sivár létezése hirtelennyében virágos réttel változik, ahol színes virágokként vesznek körül minket a szeretteink. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kívánom Önöknek, hogy advent várakozással teli időszaka egy nyugodt, békés és szeretetteljes karácsonyt hozzon el mindannyiunknak. Isten áldja Önöket, szép ünnepet kívánok mindannyiunknak, és köszönet a kórusoknak még egyszer, köszönet a kórus vezetőknek, és köszönet a házigazdának, hogy itt lehettünk a református templom falai között, és egy ilyen szép ajándékot kaphattunk mindannyian, a városunk is, a városban élők is, hiszen ezt a mai kedves műsort mindannyian a televízión keresztül is láthatták, és láthatják majd itt karácsony idején. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Köszönöm szépen, polgármester úr, ünnepi beszédét. A hagyományoknak megfelelően polgármester úr idén is egy kis ajándékkal kedveskedik, és ezzel köszöni meg a szervezőknek és a résztvevőknek ezt a csodálatos műsort. Kérem szépen, fáradjon ide Serfőzőné, Horsnecki Márta, a Kanizsai Kórus karácsony motorja, és vegye át a kis ajándékot. Kérem szépen, vegye át ajándékát Helláné Vörös Noémi, a házigazda templom orgonistája. Most
most pedig a karnagyokat szólítom, Magasdi Lászlónét kérjük, vegy át ajándékot. Rácni Bella Cetti. És kérem szépen, vegye át ajándékát polgármester úrtól Cseke József is. Hölgyeim és uraim, a negyedik kanizsai kórus karácsonyt látták, hallották. Jövőre újra városunk általános iskolás énekeseivel találkozhatnak. Áldott, békés, bensőséges karácsonyt kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra!